Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás június 26-áig. Itt a képen látható a torony. És látható a blúzom is, valószínűleg, és ha hiszitek, ha nem, én most vasaltam ki, de nem látszik. De mindegy. Most megnézzük inkább a kártyák jelentését. Tehát itt a torony jelent több mindent. Ez lehet egy magas épület. Itt a torony mellett megjelenik a fa és ügyel egészségügyi témákra. A két kártya együtt jelenthet kórházat. Ha valaki beteg a családban vagy a környezetetekben, akkor itt látható az életerő, a változások, javulni fog a helyzet. Ha ezen a területen dolgozol, vagy ezen a területen szeretnél dolgozni, akkor itt látható a kommunikáció, és ez a levél jelenti a munkahelyi szerződést, és itt a kislány egy új kezdetre utal. Az új kezdet mellett itt van a hajó, és jelenti a reményeket. Ez a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is, akkor a medve jelenti az ügyvédet, vagy a bírót, itt az utak utalnak döntésekre, lehet, hogy lesz egy más irány, és változik valami a helyzeten, hiszen a gólyák jelentik a változásokat, és ez a lovas férfi utal arra, igen, itt most előre mennek az események. A téli hónapokban, amire a hegy utal. A téli hónapokban voltak itt hamisságok, vagy valaki hazudozott, becsapott téged, megbántott téged, hiszen ezt jelenti az ostor, de szerencsére megjelennek itt az egerek, itt a képen látható. Lehet, hogy most ugrik egy kicsit a kép, mert közben volt egy telefonhívás a hotline-on keresztül, tehát volt egy kis szünet, és most elmagyarázom azt, hogy mit jelentenek itt az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát az egerek eltávolítják ezt a hamisságot, vagy egy hamis szemét, és az egerek eltávolítják az ostort, ezeket a fájdalmas emlékeket, vagy ezt a szemét, aki megbántott téged. Vedd kezedbe a kulcsot, és légy magabiztos. Itt lezárod ezeket az emlékeket, vagy lezárod ezt a hamis kapcsolatot, de egyúttal ki tudsz nyitni itt egy ajtót. Ezek a lehetőségek. És milyen változások lesznek, milyen döntések lesznek, milyen lehetőségeid vannak. Itt a horgony. Jelenti a munkát és a hivatást. Mellette a halak jelentik az anyagi dolgokat. Mivel a halak mellett itt egy vonalban megjelenik ez a medve, ez nagyon erős. Tehát javul az anyagi helyzet. És itt lesznek a változások, mert a gólyák utalnak a változásokra. Az utak is változásokat jelentenek, döntéseket, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. És
itt lesz a mozgás, előre mennek az események. Ez a kártya jelenthet egy férfit is, viszont utalhat a mozgásra, mint például sportra, vagy autó vételére is. Ami még változik, hiszen a változások egy vonalban vannak a szívvel, tehát a szerelmi élet területén is lesznek változások, sőt ez tuti, hiszen itt van a pecsét rajta. Azon kívül ez a levél lehet egy jó hír, lehet egy szerelmes levél is. És akkor így előre mennek a dolgok, itt lesznek fontos beszélgetések. Lehet, hogy gyermekekkel lesz ez a beszélgetés, de ez a kislány utal egy új kezdetre, hiszen a gyermekek ezt szimbolizálják, és akkor itt megvan az utazás. Ez lehet külföldi kapcsolat, lehetnek utazások, de ez az utazás lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat a szerelmi élet területén, vagy egy spirituális irány, akkor kihat a munkádra, kihat a hivatásodra, és akkor itt vannak a szerződések. Itt a madarak jelentik a beszélgetéseket, és a hajó a külföldi kapcsolatokat. És a két kártya együtt jelentheti azt is, hogy tanulsz valamit, egy idegen nyelvet. Visszatérve még a szívre, és erre a két kártyára, a horgony ugyan a munkát és a hivatást jelenti. Itt vannak a változások, az utak, a döntések, és a munkahelyi szerződés. De ez a horgony jelenti azt is, hogy te, vagy ő, vagy mindketten le tudtok horgonyozni ebben a párkapcsolatban, és a szív és a horgony között itt vannak a halak. Természetesen jelenthetik az anyagiakat is, hogy itt stabilizálódik valami. De a halak jelentik a belső értéket is, hogy te értékes vagy számára, vagy ő értékes számodra, vagy ez a párkapcsolat, ez a szerelem értékes mindkettőtöknek, mert itt le tudtok horgonyozni. És ez volt a heti jóslás. Kívánok neked egy szép napot, egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dendera!